Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Folytatjuk videósorozatunkat Vidó Attillával, a Mi Hazánk rendvédelmi szakpolitikusával. Ezúttal egy igazán testhez álló téma, ugye a tűzoltókról lesz szó, és ugye Attila a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének volt a lelnöke. Emlékszünk rá, hogy a rendelet úgy fogalmaz, hogy ugye bizonyos intézményekben nem haladhatja meg a hőmérséklet a 18 fokot, nos ez alá tartoznak a tűzoltó laktanyák is, de érdemes elgondolkodni, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, hogyha teszem azt csurom, vizesen visszaérkeznek egy tűzoltásról a tűzoltók, hogy ennek milyen kockázatai vannak, hol tudnak melegedni, ha egyáltalán tudnak, erről fog többek között beszélni, Attila, úgyhogy erről kérdezlek, hogy hogyan érintette ez a tűzoltók mindennapjait. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hogyan is érinti ez a tűzoltókat, és természetesen ne feledkezzünk meg a rendőr sem, mert ők is azért hóban-fagyban teljesítenek sok esetben órákon keresztül, órákon keresztül szolgálatot. Hát ennél a rendeletnél, akit megalkották, nagyon jól látszik, hogy fogalmuk nincs arról, hogy teszem fel, csak maradjunk akkor az én kollégáimnál, a tűzoltóknál, hogy is zajlik le egy szolgálat. Először is 24 órába teljesítenek szolgálatot, és amit már az elején említettél, hogy elgondolkodtak azon, hogy egy, ezek a kollégák kimennek egy több órás tűziskáresethez, ott átfagynak, mivel a tüzet nagy, sok esetben vízzel oltják, vízesek is szoktak lenni. Hát én magam is megéltem a szolgáltai éveim alatt nem egy olyan alkalmat, amikor rám fagyott a védőruha, illetve hát egy közlekedési balesetnél is több órát töltenek kint. Laktanyvárba bevonulás után el lehet képzelni, hogy ilyen időjárás közepette, ami, most előtt, ami előtt állunk, a tél, hogy hát mit lehet olyankor kezdeni ezzel az átázott védőruhával, a védőcsizmával, tehát 18 fokban először is nem fognak a kollégák tudni felmelegedni, másodszor ez a ruha elég vastag, tehát ez nem fog meg megszáradni, nem lesz rá lehetőség, nincs rá lehetőség, hogy megszáradjon. Tehát én úgy gondolom, hogy erre valamilyen megoldást kéne tanálni. Meg is van rá az ötletünk, javaslatunk, de azért még közben azért egy-két dolgot engedjél meg, hogy elmeséljek. A kollégáktól érkezett különböző jelzések felém, hogy hogy, 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 miket, miket csinálnak. Tehát tényleg az embernek az esze megáll sok esze, esetben, hogy a parancsnokok, a kapitányok, a rendőrkapitányok, tűzoltó parancsnokok, tűzoltó megyei igazgatók, hogy, hogy, miket adnak úgymond utasításba. Van olyan laktanya, ahol leblombálták a gázcsapot. Hogy nehogy tudjanak a kollégák a 24 órás szolgálat alatt maguknak egy teját főzni a gáztűzhelyen. Van is róla kép, majd gondolom mindenki fogja látni. Nehogy süssenek maguknak egy rántottát vacsorára, Tehát vagy reggelre. bocsánat, ebből az következik, hogy meleg ételt sem tudnak bent fogyasztani? Hát ö, van olyan parancsnok, aki ezt megtiltotta, mert azt mondta, hogy nehogy már. Illetve mondták a kollégák, hogy jó lenne főzni egy teját is de nem lehet, mert leblombálták a dugaljakat. Tehát ö, egész elképesztő dolgok történnek, illetve ö, rendőr kollégáknál, vagy kollégáktól is jött olyan visszajelzés, hogy azt is nem tudom egész egyszerűen hova tenni. Itt most ezt nem csak a 18 fokról beszélek, hanem erről a spórolásról, amivel én egyetértek, spóroljunk tényleg, hát otthon én is spórolok, gondolom, te is spórolsz, bárhogy ilyen olcsó lett az áram meg a villany, vagy a villany meg a gáz, de mikor egy kapitány, azt javasolja a rendőrnek, mert hogy a saját mobiltelefonját kell, hogy használja. Ez elvárás. Nem, nem vállalati telefon, de szolgált be elvárás, hogy legyen áll a mobiltelefon, hogy azzal tudjon kommunikálni a teszem fel a felettesével. És akkor a rendőr megkérdezi, hogy figyeltek már, mi lesz, ha lemerül a telefon, mert hogy meg van tiltva, a mobiltelefon töltése a rendőrkapitányság. Valóan tudjuk mi is a mindennapi életünk során, hogy ez nem bír ki egy napot. Hát erre azt mondta ez a bizonyos kapitány, hogy figyelj ide, hát menjetek be a benzinkútra, vagy a kávézóba, ahol szoktatok kávét és kérjetek meg a hölgyet, hogy addig ott megtöltessétek a telefonotokat. Ez elég méltatlan. Hát ez nem méltatlan, ez már nem is tudom, hogy ez, ez fájdalmas, vagy nevetséges egyben, tehát ilyet mondani, meg, 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 teszem fel olyat mondani, hogy ez ki is adták utasításba, például a rendőrségről küldtek nekem erről hivatalos papírt, amit természetesen nem fog megmutatni, hogy honnan jött, kiadták utasításba, hogyha 10 percnél, de valahol 5 perc, valahol 10, valahol 15 percnél hosszabb időre elhagyja az irodáját, teszem fel a nyomozó, mert átmegy egy másik kollégájával abba az ügybe egyeztetni, akkor például a számítógépet ki kell kapcsolni. Jó, a lámpát olcsuk le. De ki, számítógépet ki kell kapcsolni, és amikor visszamegy, akkor sok esetben több percbe telik, hát ezt mind olyan tudjuk, mire a rendszer újra föláll, stb. 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 Tehát én is az értelmes spórolásnak értelmét tartom, ö, látom. De, szóval ezek már annyira nonsense dolgok, hogy, hogy egész egyszerűen nem tudjuk oda tenni, és akkor csendesen megjegyzem, és ezt szintén a kollégák jelezték vissza, hogy arról viszont nem, tud, nem tudunk, hogy a, a megyei rendőrkapitányok, megyei katasztrófavédelmi igazgatónak például a hivatali gépjármű használatát mennyiben korlátozták itt a spórolás jegyébe, vagy esetlegesen most időszakosan megvan-e azt tiltva, mert ezek a megyei vezetők, ezek magáncélra is használják a gépjárművet, egy bizonyos kilométer számig, hogy ez például belette korlátozva. Hát mit gondolsz? Nem tudom, nem tudom, nem hiszem, de ez nem hit kérdése. Tehát, tehát ilyen problémákat jeleznek felénk, ö, ö, jeleztek felénk. Ö, a javaslatunk megvan erre is, hogy ö, mit kellene nagyon-nagyon sürgősen tenni, mert ö, az vélemezhető, hogy ebben a hideg időjárásban, ha ez így marad tovább, hogy egy egység beérkezik a laktanyába átfázva, átfagyva, akkor... Lehetséges hogy utána ezek a kollégák pár napon belül ágynak esnek, megbetegszenek, és így is, így is évvége van, meg úgy egész évben is ö, nagyon nagy a létszám probléma, nem tudják a szabadságot kiadni, szabad napokat kiadni, és hát hogy fogják így akkor ellátni a feladatot? Hogyha mondjuk teszem fel egy tűzoltóságon egy csoportnak a fele lebetegszik, és két héttel ágynak esik egy jó nagy tüdőgyulladással. Akkor, akkor mi fog lenni? Mert megvan nekünk a javaslatom, az én javaslatom, ami azért nagyban egybevág a volt szakszervezetem javaslatával, azért azt megemlíteném még, hogy a szakszervezet honlapján el is érhető egy levélbe fordult Zsinka András helyettes, BM helyettes államtitkár úrhoz kérésekkel, illetve ők is ezeket a problémákat ebbe a levélbe megfogalmazták. Hát tudomásom szerint mind a mai napig még a válasz nem érkezett meg rá, hogy a belügyminisztériumnak mi az álláspontja ebbe, mert ők is azt kérik, amit én is kérek, hogy sürgősen minden rendőrkapitányságon, minden tűzoltó laktanyában biztosítsanak egy melegedőt, nevezzük annak, ahol nem 18 fok van, hanem minimum 22-23 fok, és ezen a melegedő helyen a kollégák egy ilyen bevetés után fel tudnak melegedni, illetve ott, hát olyan rövid idő alatt nem fog menni, de ott azért nagyobb eséllyel a védőruha is elkezd megszáradni, illetve ezzel kapcsolatban szintén követeljük, hogy biztosítsanak a laktanyákban nagy teljesítményű szárítókat, ruhaszárító gépeket, lehet már ilyet kapni, 21. századba vagyunk, biztosítsanak, mert azt a védőruhát újra felvenni nagyon egészségtelen és nem jó. Egyébként azért logikusan felmerül az a kérdés, hogy nincsen cserevédő ruhájuk a tűzoltóknak? Hát elméletileg kellene, hogy legyen. Tehát azért az és elég, itt már súlyog, válass, súlyog, kellene. Súlyos tünet, hogy, hogy hát ez egy elég alapvető dolog kellene, hogy legyen. Hát kellene, hogy legyen, de megfelelő mennyiségben nincs biztos. Minden egyes tűzoltó kollégának nincs még egy védő ruhája, nincs még egy védő csizmája, nincs. Tehát egy van. Nincs. Egy van, egy garnitúra van. megyei tartalékban vannak félretéve ruhák, mert elméletileg egy ilyen védőr, hogyha egy hőterhelésnek ki van téve, egy komoly hőterhelésnek, onnantól kezdve azért veszít a védőképességű, ezt le kéne cserélni. Van, amikor lecserélik, van, amikor nem de nincs váltóruha. Nagyon ritka az a tűzoltóság, ahol valami csoda folytán vannak még váltóruhák. A régi ruhákat, azokat, amiknek, amik voltak, azokat sok esetben levették, odaadták önkénteseknek. Nincs ez semmi baj, csak lenne helyette. Úgyhogy itt, itt most, most úgymond tűzoltóként kéne, tűzoltó munkát kéne végezzen a BM, és sürgősen kiadjon egy ilyen utasítást, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére, illetve az Országos Rendőrfőkapitányság részére, hogy ezt a bizonyos melegedő helyeket nagyon sürgősen, hát ez nem kerül pénzbe, ezt nagyon sürgősen csinálják meg, mert ebből, ugyan, ebből nagyon nagy baj lehet, mert így dolgozni nagyon nehéz. Nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon nehéz. A másik nagyon fontos dolog még, amire kiszeretnék szeretnék térni, azért erről se feledkezzünk meg, hogy azt is nagyon jól tudjuk, hogy sok esetben ezek a tűzoltó laktanyák, illetve rendőrkapitányságok nem új építésű épületek. Azt csak úgy csendesen megint megjegyezném, hogy biztos, hogy ott lehet tartani ezt a 18 fokot. Mert ismerve a fűtési rendszerek, rendszereknek a jellegzetességét, ezek központi fűtéssel működnek, általában ha a kazához közelebb eső irodába tartjuk a 18 fokot, akkor a legutolsóban nem biztos, hogy annyi van. Ha amott van annyi, akkor emit meg több lesz. Nem véletlen, hordtak be különben ö, otthonról ö, sokszor a kollégák ö, saját kis fűtőtestet, mert egész egyszerűen hideg volt a, De az, az irodákban. Az eddig, eddig elmondottakból én azt feltételezem, hogy ez sem szabad már, vagy rossz szemmel nézik, hiszen az is áramot fogyaszt. Meg ezt, van tiltva, ja, tehát minden. Tírtva. Minden, minden olyan dolog meg lett tiltva. Hát mondom, még a mobiltelefon se töltetik hát ja, igen, most igen, igen, az, egy az egy nevetséges, egy, amit egy mobiltelefon töltésére elfogyasztunk energiát, az nevetséges, és még az se szabad. Tehát ezt nagyon-nagyon át kéne ezt a dolgot gondolni, és még mindig ehhez kapcsolódóan azért egy dolgot megigyeznék. Szóval ennek a kormányrendelet kiadásakor olyan dolgokat is kivettek, egy másik rendeletből, hogy például milyen magasságban kell mérni a hőmérsékletet. Mert az sem mindegy, ezt mindannyian tudjuk. Tehát előtte egy rendeletbe volt ez rögzítve, hogy ülő munkavégzés esetén fél méter magasságban kell mérni a hőmérsékletet. Na most ez a kormányrendelet, ez, ez ezt írta, pontosabban ezt hatályon kívül helyezte. Tehát én úgy gondolom, nagyon nagy problémák vannak, és ami az án igenis követeli, hogy legalább ezeket az intézkedéseket, a melegedőt, illetve a szállítógépeket sürgősen, sürgősen a melegedőket jelöljék ki, a szállítógépeket pedig sürgősen szerezzék be. Ez biztosítaná a kollégáknak azt, hogy ő, nyugodtan és körülményekhez képest egészségesen át tudják vészelni az előttük álló telet. Reméljük, hogy ez így lesz, és lesz hatása a Mi Hazák Mozgalom követeléseinek. Ugye sajtótájékoztatót is tartottunk nem régiben erről. Köszönöm szépen a válaszaidat, Attila, a nézőknek a figyelmet, és azt hiszem, azt megígérhetjük, hogy ezzel a témával fogunk még foglalkozni, tehát nyomon fogjuk követni, és ami tőlünk telik, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ezeket a követeléseket kiharcoljuk. Köszönöm szépen neked még egyszer is a kedves nézőknek is a figyelmet.